Tavaszi programok a Talentum Oviban, Gazdafórum, megszűnt az asszály, közlemény. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. április 8-án 18 óra 5 perckor. A Karcagi Nagykun Református Általános Iskola és Talentum Óvoda tavaszi programjairól kérdeztük Földváriné és Simon Ilona igazgatót. A reménység szerint itt a tavasz, nagyon vártuk, gazdag programok várják a gyerekeket, mondta az iskola vezető. Nagyon összetett és nagyon gazdag programok várják a gyerekeket, különböző szinteken, munkaközösségi programok, természetesen osztályprogramok, napközis programok. Vannak hagyományos programjaink, amit szintén nagyon szeretünk, mert tudjuk a gyerekeket vinni a természetben. Ilyen a Hét Határ elnevezésű program már 17. éve működik. Az óvoda esetében pedig a hétmérföldes csizma szintén ebbe a programba egy picit ugyan a óvisokat külön, de őket is bevontuk. Éppen mondta az egyik kolléganőm, hogy ők már csütörtökön mennek az Ádor híthoz. Tehát én úgy látom, hogy a kollégák is nagyon várták a jó időt, várták a napsugarat, és mennek, viszik a gyerekeket. Hosszú volt ez a tél, és sok volt a bezártság. Alig várjuk már, hogy kiszabaduljunk, hát kiszabadultunk, és akkor most már mondhatnám azt, hogy program hátán, amiben nem csak a dovónők, hanem a szülők is nagyon partnerek, hogy majd elvárják tőlünk, mert ugye ennek ezek a programok minden évben periódusosan ezek ismétlődnek. És hogyha valamelyik kimarad, akkor úgy rákérdeznek, hogy hát ez most úgy nem, ja, lesz, csak még korai, vagy lesz, csak még nem tudtunk busz rendelni. Tehát egy a lényeg, hogy várják. Megünneplik a vízvilágnapját, a földnapját, ezekhez a jeles alkalmakhoz szervezik a programokat, amire mindenkit szeretettel várnak, de a szabadtéri, udvari, természetjáró programokkal együtt a sportprogramok is elindulnak a refiben. Ezzel kapcsolatban is van egy projektünk, minden évben egy picit felelevenítjük, átdolgozzuk, kibővítjük, kiegészítjük, de a lényeg, az mindig ugyanaz, vagy a Föld napi április 22-én, és én azt gondolom, hogy a környezetnevelés miatt is, meg egyáltalán ezekhez a jeles napokhoz, jeles alkalmakhoz tudjuk kötni, csatolni a programokat. Tehát, hogyha programban gondolkodunk és programokról beszélünk, akkor lesz program bőven. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk. Szakmai fórumra hívta a térség gazdálkodóit a Megyei Gazdakörök Szövetsége. A magyar agráriumnak háromszor annyi, összesen 7600 milliárd forint fejlesztési pénz jut a 2027-ig tartó fejlesztési ciklusban, mint az előzőben. A mai gazdafórumnak a témája a pályázatok értékelése után megjelent a ökogazdálkodás, az AKG, és hát nyilvánvaló a földalapú támogatással kapcsolatos teendő, de főleg kiemelten ökogazdálkodás és az AKG gazdálkodás, és ezzel kapcsolatban hasznos szakmai információt adunk közre a gazdatársaknak. Elmondanám azt, hogy aki pályázott, és valakinek tartalmilag megfelelő volt a pályázata, mindenki nyert. Ez egy nagyon fontos dolog, de viszont következik a végrehajtás, azzal kapcsolatos követelményrendszer, annak betartása, értékelése és alkalmazása egy napi gyakorlatban, és ezt akarjuk a gazdákkal megbeszélni, közreadni az információkat, hogyan kezdjenek neki, hogyan folytassák, és hát milyen lehetőségeik vannak a hosszú távon, a 3 évre vonatkozóan. Mi nekünk van egy nagyon fontos megállapodásunk a kormánnyal, Orbán Viktor miniszterelnök úr, a MAGOSZ elnöke és a kamara elnöke aláírt egy együttműködési megállapodást. Ez az együttműködési megállapodás annak az alapját képezi, ami tulajdonképpen a gazdálkodás menetét, folyamatát, a támogatási rendszert foglalja magába.
nagyon fontos tényező az unión belül is. Magyarország az uniós támogatás 20%-a mellé, 80%-ot biztosít a gazdák részére, ezért van az, hogy megfelelő versenyképes helyzetbe tudjuk tartani a gazdákat, lehetőségként feltárjuk azokat a tartalékokat, amelyeket célszerű meg érdemes kihasználni. Tehát majd a mai napon erről szól a fórum, ahol meg tudjuk beszélni, ha kérdések vannak, ha olyan kérdés vetődik fel, ami aktuális, és megoldást kíván, mint hogy az üzemanyaggal kapcsolatban is intézkedtünk, azokat tovább visszük, és a megoldás lehetőségét feltárjuk a gazdák részére, hiszen az együttműködési megállapodásunk annak szellemében van ez a kedvezményes gázolaj akció is, az mindenképpen a elmélyülését jelenti a gazdák és a kormány közötti megállapodásnak, valamint további lehetőségeket tár fel versenyképes, fenntartható módon. A járvány alatt stratégiai ágazottá vált a mezőgazdaság, mert itt nem lehetett elmenni home office-ba. Az állatokat etetni kellett, a földet pedig művelni, bárhogyan is alakult a járványhelyzet. Ez a 12 mm annyi átmeneti lehetőséget biztosít, hogy a őszi gabonák elindulnak, a trágyák, fejtrágyák hasznosulnak, valamint még bízunk, hogy legalább ugyanennyit kapunk, és akkor a tavaszi munkák talajmunkáját, a tavaszi vetések kikerését elősegíti. Tehát átmenetileg segít a gazdáknak a versenyképes növénytermesztés megalapozására. Bízunk abban, hogy ennek a folytatása majd májusban, júniusban folytatódik. Tehát mindenképpen egy olyan pozíció előnyt jelent számunkra, ami a gazdáknak a hangulatát is befolyásolja, a versenyképességét is befolyásolja, és nem lesz gazdasági érdekbe. Az élelmiszer gazdaságban egy nagyon fontos alaphelyzetet teremt, arra vonatkozóan, hogy tudunk olyan mennyiséget termelni, ami egy a belforgalmi, tehát a belső ellátást, ugye a hazaellátást, és olyan export áru alapot biztosít, ami a deviza vonatkozásában nagyon fontos, illetve mindenképpen a fenntartható és a nemzetgazdasági dolgokat tudja biztosítani, és forrásokat jelent a további fejlődéshez, beruházásokhoz, bármilyen olyan jellegű tevékenységhez, ami alapvetően érinti az agrárgazdaságot. Meg kell védeni Magyarország piacait, ezért nagyon szigorú határmenti ellenőrzéseket hajt végre a kormány az import termékeknél, hogy ne lehessen dömping, vagy ne kerülhessenek injektált termékek az országba, amelyek az árakat letörve tönkreteszik az ágazatot. A kormány arra törekszik, hogy minden gazda versenyképes legyen, és egyforma eséllyel vihesse piacra termékeit. Megszűnt az asszály, de a hó és a fagy sokfelé károkat okozott a gyümölcsfákban. Az elmúlt hét első felében még folytatódott a száraz napos időjárás. Majd hosszú idő után először szerdán este egy mediterrán ciklon felhő és csapadékrendszere ért el az országot. A légörvény hatására az ország döntő részén jelentős mennyiségű csapadék hullott. Nagy területen több mint 20 mm-nyi eső esett, délkeleten és északnyugaton ennél kevesebb, északkeleten és délnyugaton viszont helyenként az 50 mm-t is elérte a csapadék mennyiség. Vasárnap sokfelé hó is hullott, mely sík területen néhány órára meg is maradt. A 30 napos csapadék összeg ezzel sokfelé elérte az átlagos mennyiséget. Délkeleten és északnyugaton viszont továbbra is átlag alatt maradt a havi csapadék összeg. A 90 napos összeg azonban még így is országszerte jelentős hiányt mutat. Idén tavasszal problémásan kezdődött a vegetációs időszak, a múlt hét elején ugyanis már az ország túlnyomó részén közepes asszály jelei mutatkoztak. A hét második felében hullott csapadék az ország döntő részén megszüntette az asszályt. A talajok felszín közeli része feltöltődött nedvességgel, északkeleten és délnyugaton a mélyebb rétegekbe is jutott, de főleg Szeged térségében még a felső 5 cm átnedvesedéséhez sem esett elegendő. A mélyebb 50 cm alatti talajrétegek a tél folyamán főleg az Alföldön és a Kisalföldön nem töltődtek fel. Főleg ezeken a területeken lenne szükség további csapadékra. Hogy az elmúlt időszak meleg időjárásának hatására fejlődésnek indultak az őszi vetések, de növekedésüket a csapadék hiánya hátráltatta. A hét második felében érkezett eső jót tett a vetéseknek. A héten érkező melegnek köszönhetően várhatóan megindul majd a búza és a repce fejlődése is. A kimondottan poros, száraz talajba már elvetett tavaszi kalászosok csírázásának, kelésének is életmentő volt az eső.
A korai csontíjasok a virágzás különböző fázisaiban járnak, északkeleten a kajszi a virágzás végén, a mandula teljes virágzásban, az őszi barack a virágzás elején jár, de a szilva is fajtától függően virágzik vagy fehér bimbós. Erre az állapotra érkezett a vasárnapi hó és a hétfő reggeli fagy, márpedig a kajszi esetén teljes virágzásban -2,2 Celsius fok a kritikus hőmérséklet, -2,9 foknál 10%-os akár, míg -5,6 foknál 90%-os kár valószínű. A sziromhullás terméskezdemény fázisában -0,8 foknál kezdődik a károkozás. Őszi baracknál a zöld bimbós állapottól a virágzás kezdetéig tartó fázisban -2 és -3 fok a kritikus hőmérséklet. A hétfőinél nagyobb fagy a héten már nem valószínű, de fagykárt már ez a reggel is okozott. Az előrejelzés szerint a héten erős nyugati áramlás lesz a jellemző a térség fölött, mellyel enyhébb levegő érkezik. Bár időjárási frontok is érkeznek, csak kevés csapadékot hoznak. Számottevő mennyiség szombaton érkezhet, de ez, mint fogalmaztak, még nagyon bizonytalan. A talaj szombatig szikkadni, száradni fog. A hőmérséklet emelkedik majd, de kedden reggel még előfordulhat gyenge fagy. Szerdától megszűnnek a hajnali fagyok, és délutára többnyire 16 és 21 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap eshet vissza a hőmérséklet. Meglehetősen szeles idő várható. A nyugatias légmozgás több napon is megerősödik, helyenként viharossá fokozódik, mely a talajt szárítja, és a beporzó rovarok munkáját is hátráltatja majd. Az 5 cm-en mért talajhőmérséklet ismét 10 fok közelébe, kissé a fölé emelkedik. Majd a jövő hét elején ismét kissé csökken, így még nem haladja meg tartósan a kukorica vetéséhez optimális 10 fokot. Györfi István Katolikus Általános Iskola első évfolyamára történő beiratási időpontokról értesítik a tisztelt szülőket. A Györfi István Katolikus Általános Iskola első évfolyamára történő beiratási időpontokról értesítik a tisztelt szülőket, hogy a 2022-2023. Tanévre történő beiratkozásra a Györfi István Katolikus Általános Iskolában az alábbi időpontokban kerül sor. 2022. április 21-e csütörtök 8 és 17 óra között, 2022. április 22-e péntek 8 és 17 óra között. A beiratkozás helye Karcag, József Attila utca 1, földszint, könyvtár. Kérik a www.györfikataltisk.hu weboldalon, kattintsanak a beiratkozási időpontfoglalásra és foglaljanak időpontot. A beiratkozáskor hozzák magukkal a gyermeknevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, a gyermek lakcímkártyáját, szülői felügyeleti jog gyakorlásáról szóló nyilatkozatot, az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérési tanúsító igazolást, amennyiben van szakértői véleményt, határozatot hátrányos helyzetről, halmozottan hátrányos helyzetről, tartós betegségről igazolást. A beiratkozással kapcsolatos részletes információt a www.györfikataltisk.hu weboldalon találják meg. Az iskola szeretettel várja a lendő első osztályos tanulókat és szüleiket. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Médiacentrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!